Az ungvári Rotary Parkban megmérték a fák magasságát, és ennek alapján azt is, hogy mit jelentenek a város számára a zöld övezetben található fák. A fák magasságának mérésére számos lehetőség is akad. A Rotary Parkban Júria Kokland használták mértékegységként. A mérésben résztvevő Szumi megyéből menekült Ludmila elmondta, hogy így állapították meg, hogy a park legmagasabb fája megközelíti a 17 métert. Mindig is érdekelt a környezetvédelem. Úgy gondolom, hogy egy városban több zöld területnek kell lennie, ami nem csak dísze a városnak, hanem a hasznára is van. Ennek az akciónak köszönhetően például megtudhatjuk, hogy az adott park fái mennyi hasznot hoznak a város számára, vagyis mennyi oxigén termelnek. A mértékegységet nem mi találtuk ki, hanem szakértők javasolták, ugyanis több módja is van a fák magasságának mérésére. Ezt a módszert mi magunk között a Júlia mértékegység szerinti mérésnek nevezzük. Ismerjük Júlia magasságát, így odaállítjuk Júliát egy-egy fához, majd lefényképezzük a fát, és kiszámoljuk, hogy hány Júlia tenné ki a fa teljes magasságát. Ő Júlia, aki az Ungvári Nemzeti Egyetem történelem szakos hallgatója. Számára is fontos a környezetvédelem, ezért szívesen vett részt az akcióban. Régóta foglalkoztat a környezetvédelem, és már több hasonló programban is részt vettem idehaza és külföldön is. A közösségi hálón olvastam a felhívást, ez már a második része a programnak. Olyan adatokat rögzítünk, mint a fatörzsének átmérője, a magassága, a lombkorona szélessége. Mindezt azért tesszük, hogy megértsük, mennyire fontos a zöldövezet a lakosság számára. A fák állapot felmérését az I3UA program keretében a Forza civil szervezet végzi Ungváron. A program célja, hogy előmozdítsák a fák szerepének értékelését a lakosság körében, illetve segítsenek megérteni, hogy hol, milyen fa érzi jobban magát, milyen gondozást igényelnek. Ukrajna érdekében hoztuk létre ezt a projektet. A megvalósítása a partnereinknek köszönhetően vált valóra. Általa megtudhatjuk, hogy mi áll a rendelkezésünkre, hogy milyen értéke képviselnek számunkra a fák. Ez fontos, amikor a parkosítás során fákat válogatunk. Ungváron nem véletlenül esett a választás éppen a Rotary Parkra, ugyanis ez megfelelő hely a kutatások szempontjából. 216 fa állapotát mérték fel. Végig gondoltuk, hogy városunk milyen parkja lenne a legmegfelelőbb arra, hogy gyakoroljunk, hiszen új eszközről van szó, amit el kell sajátítani. Ez megfelelő hely, mert itt különféle fajtájú és különböző állapotú fák vannak. Egyes fáknak több hely jutott, és ezért jobban fejlődött, és ezáltal egészségesebbek is. Nagyon sok munkánk lesz. Az életben mindennek ára van, ahogy a fáknak is, amire viszont kevesen gondolnak. A parkban a pihenés is egyfajta szolgáltatásnak minősül. Az önkéntesek által végzett vizsgálat és felmérés eredményeként nem sokára tudni fogjuk például azt, hogy milyen az ilyen pihenés árlistája. Mondta Juri Derbaj, a Forza civil szervezet szakértője. Végeredményképpen megkapjuk a parkban található fák által nyújtott szolgáltatások árát. Megtudjuk azt, hogy melyik fafajta mennyi széndioxidot nyel, és mennyi oxigént állít elő, milyen hatással van a melegházhatás csökkentésére, és nyújt menedéket a hőség idején. Mindezt ki fogjuk számolni, hogy 100-200 ezer hrivnya vagy euró hasznot produkálnak a fák. Ezzel felmérjük, hogy milyen mértékű a Rotary Parkban található fák ökorendszeri szolgálata. A rendezvény szervezői azt is fontosnak tartották, hogy a résztvevők pozitív élményekkel gazdagodjanak.